Az arany árfolyama 1300 dollár környékéről ereszkedett vissza az elmúlt 3 hétben, nagyjából 100 dollárt, 1200 dollár környékére. Egyelőre ez egy normális korrekciónak mondható, amit most látunk, ahhoz képest, hogy honnét emelkedett ugyanakkor azt megelőzően november elejétől az arany árfolyama 1130 dollár környékén járt akkor az árfolyam, és onnét jutott el 1300 dollárig január végére nagyjából. Különösen január elejétől volt az emelkedés lendületes, úgyhogy ahhoz képest, amit most láttunk az elmúlt 2-3 hétben árfolyam esés, ez különösebben nem egetrengető, ha azt vesszük alapul, hogy honnét indult az arany árfolyama azt megelőzően. Ugyanakkor az az árfolyam emelkedés, amit volt november eleje óta az aranynál 170 dollár, 1130-ról 1300 dollárig, egy szép árfolyam emelkedés, de ha évekre visszamegyünk a grafikonon, visszagörgetünk, akkor azért látszik, hogy honnét jött lefelé az arany árfolyama, hol volt a történelmi rekord, és milyen hullámvölgyeken és csúcsokon keresztül jutott el az árfolyama mostani árszintekig, akkor tulajdonképpen 100 dollár föl, 100 dollár le, ez relativálódik, ezek az árfolyam mozgások, ez tulajdonképpen nem egetrengető mozgások, és ez az emelkedés, amit ugye láttunk november eleje óta, sem egy trendfordulónak az előszele, én azt gondolom, hanem mindössze egy stabilizálódása az árfolyam hosszú távú ciklikus mozgásában. Van még tere ennek az emelkedésnek fölfelé is, még tehát a mostani korrektív csökkenés az még fordulhat ismét emelkedésbe, és juthatunk újra 1300 dollár környékére, vagy akár a fölé is az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, de meg lehet az is, hogy folytatódik az árfolyam csökkenése, és eljutunk újabb mélypontokra. Ez ebben a pillanatban elég nehezen megmondható, hogy milyen irányt fog még venni, legalábbis a közeli jövőben az arany árfolyama. Azt hiszem, hogy az évekre való távlati kilátások azok továbbra is negatívak, mert a makrokörnyezet nem kedvez az aranynak, de ismétlen még egyszer, tehát rövid távon egy árfolyam emelkedés még abszolút lehetséges, akár 1400 dollárig is eljuthat az árfolyam a mostani árfolyam esésből. Hogy mi válthatna ki egy ilyen emelkedést esetlegesen, impulzusokra vár a piac. Arra várunk ebben a pillanatban, hogy mi történik Görögországgal például, és ennek eredményeként az egész eurozónával, hogyan alakul az euró jövőbeni ereje és helyzete. Nyilván a geopolitikai konfliktusok játszanak egy szerepet, elsősorban Ukrajnára lehet itt gondolni. Európa energiafüggősége kerül itt előtérbe, az orosz gáztól és olajimportoktól való függőség adott esetben, és itt már aztán az olajárnál is vagyunk. Ez is egy fontos szerepet játszik az elkövetkezendőkben, és az olaj társpiaca az aranynak, és innen érkezhet impulzus az arany piaca számára, az arany árfolyama számára. Tehát különböző makró tényezők, a dollár ereje befolyásolhatják most az elkövetkezendő hetekben az árfolyamot, és segíthetnek aztán árfolyamnak döntést hozni, hogy emelkedjen esetleg ismét és tovább az eddigiekhez képest, avagy folytatódjon a lejtmenet újabb mélypontok felé, ami azt gondolom, hogy hosszabb távon mindenképpen be fog következni. A kérdés csak az, hogy már az elkövetkezendő hetekben, már a nyár előtt fogjuk-e ezeket a mélypontokat látni, avagy inkább csak az év második felében, amikor az amerikai kamat emelkedési ciklus elindul, akkor fognak-e ezek a mélypontok napirendre kerülni az aranynál.